ősi somogyi erdők maradványai somogyfajsz határáig nyúlnak. Az óriás tölgyek kincset érő túra tekintenek le. A csend és nyugalom picin szigetez, ahova messze környékről szívesen jönnek a horgászat szerelmesei. Sokszor csak a véletlenen múlik, hogy hol és mikor találunk a föld mélyén kincset érő dolgokat, melyek hozzásegíthetnek bennünket múltunk jobb megismeréséhez. Somogyfajszón egy lecsapolt halastó partján 1000 éves vaskóhó maradványaira bukkantak. Szerencsére itt nem ismétlődött meg az a gyakorlat, hogy gazdasági megfontolásokból eltüntessenek leleteket, hiszen a régészeti munka óhatatlanul hátráltatja a terület gazdasági hasznosítását. Mit is találtak Somogyfajszon? Erről kérdeztük dr. Gömöri János régészt, a kutatás vezetőjét. Ezért nagyon érdekes kérdés volt, hogy Somogyfajszon, Pusztakovácsi közelében, Kovácsi közelében, vajon milyen korból származhatnak a vassalakok, esetleg kapcsolatban vannak-e Fajsz nagyfejedelemmel, aki a 10. században itten valószínűleg egy udvarházat tarthatott fenn, vagy Somogyvárral lehetnek kapcsolatba, avagy magával Kovácsival. Kovácsi helynév a történelmi Magyarország területén mintegy 50 található. Ezek az államalapításkori szervezett vaskóházat és vastermelésnek az emlékei. Tehát ilyen kérdésekkel kezdtük meg a kutatást Somogyfajszon, a halastó melletti erdőben, és azokkal a reményekkel, hogy ebben az erdőben, amit valószínűleg évszázadok óta nem bolygattak, épek kohókat is találhatunk. A kutatásokat geofizikai mérések előzték meg, amelyeket a Soproni Kutatóintézetből, a Geofizikai Kutatóintézetből Verő József végzett. Ennek segítségével a salakhalom széleit sikerült nagyjából körülhatárolni. Miután a salakhalom széleit körülhatároltuk, feltételeztük, hogy a kohók a halom szélén álltak, és innen halmozták fel a salakokat. És valóban mintegy 12-15 méter átmérőjű nagy gödör került elő, aminek a közepe tele volt vassalakokkal. Kiderült, hogy ez egy nagy agyagbánya gödör, ugyanis a kohókat agyagból építették, és később ebbe a bányagödörbe dobálták bele a vassalakot. És az egyéb töredékeket, mint egy 200-300 ilyen fúvócsövet, amelyet a kezembe tartok, amelyeknek a lenyomatán is látszik, hogy ezek egy mellfalatotba voltak beépítve, és ferdén lefelé állva működtek futatás közben. A végük hamar elsalakosodott, és azután ezeket kidobták. Egy-két olvasztás után ilyen fúvócső elsalakosodott, és a fúvócsövek számából, hogyha mindösszegyűjtenénk egy lelőhelyen, nagyjából megállapítható lenne, hogy körülbelül hány olvasztás történt. És ha azt tudnánk, hogy hány olvasztás történt, nagyjából azt is megállapíthatnánk, hogy mennyi vasat termeltek ezen a lelőhelyen. Előkerültek, ritkaság számba mennek ezek a kis vasbucák, 1,5 kg, 2 kg súlyúak, egy-egy kemencében körülbelül ennyi vasat termeltek, amely néhány nyílhegy kovácsolására, esetleg egy balta kovácsolására volt elég. Szerencsés módon a bányagödör oldalában, az agyagbánya oldalában találtunk 2 épek kohót, amelyben megállapítottuk, hogy tulajdonképpen eddig ismeretlen típusú vasolvasztó kemencék kerültek itt elő Somogyban, amelyek hasonlítanak a államalapításkori szervezett vaskoházat termelőhelyein használt úgynevezett imolai típusú kemencékre, amelyek Imolán és Trizsen kerültek elő Felső-Keletsényben, Kaszincbarcikán, Észak-Kelet-Magyarországon.
De a Dunántúlon is ismertek, például Veszprémben, Sopronban, Szakonyban, Répcevisen, Röjtökmuzsajon, tehát több helyen. Hasonlítanak ezekhez a kohókhoz a somogyfajsziak is, azonban nagyon fontos technológiai különbségek figyelhetők meg. Egyrészt az, hogy meszet használtak a vasolvasztásnál, a salak kifolyásnak a növelésére és a vaskihozatal jobbátételére. Több mészkődarabot találtunk, ezt eddig a imolai típusú kohóknál nem találtuk meg. Ezen kívül nagyon súlyos és nagy darab kifolyt salakokat találtunk, ami arra utal, hogy erős hőhatásnak voltak ezek a kohók kitéve, tehát viszonylag jó hőmérsékleten, magas hőmérsékleten olvasztottak, és merfalazatot is használtak, amit egyrészt a merfalazat töredékek, másrészt a fúvókákon látható lenyomatok is mutatnak. Tehát egy nagy kérdés, még hogy honnan szerezték a vasércet a környéken. Ez nagyon sokáig kérdés volt a Sopron környéki vaskohászatnál is, amíg ott az elmúlt években a vasbányákat meg nem találtuk. Itt nem olyan neogén, üledékes vaséceket használnak Somogyban, mint amilyeneket Sopron környékén láttunk, hanem jeffvasércet vagy mocsárvasércet. Ebből néhány tömböt sikerült összegyűjteni a lelőhely közelében, a Korotnai pataknak a árterületén. Kisebb-nagyobb koloncokban fordulnak ezek elő, egészen a talajfelszín közelében, ilyen rostabarna színűek, és viszonylag omlékonyak. Ezek a lelőhelyen, a fajszi erdőben már vörös színnel kerülnek elő, tehát látjuk, hogy pörkölésen estek át, a nagy darabokat összetörték, feldarabolták, és így kerültek bele a kohóba. Ez nagyon jó megfigyelhető tehát, hogy hol volt a bányászat helye, és hol volt a vaskohászat, és valószínű, hogy a feldolgozás helye az itt a szomszédos Pusztakovácsiban lehetett, ugyanis a talált cserepek, ezek arra a korra utalnak, amelyben éppen ezek a kovácsok Magyarország szerte keletkezhettek. A hullámvonalas cserepek, amelynek a keltezése még eléggé nehéz, de itt a 9. századtól a 11. századig elmehetnek, tehát tarthatnánk őket 10. századiaknak is. Maga a kohótípus is elmehetne 10. századba, mivel tulajdonképpen átmenetet képez a korábbi avar kohóknak a típusa között és a bemélyített és szabad mennyilással működő imolai típusú kohók között. Természetesen a kormeghatározást még más módszerekkel is igyekszünk pontosítani. Egyrészt faszeneket gyűjtöttünk, amelyeket a Debreceni Atommag Kutatóintézetben karbon 14 vizsgálatnak vetnek alá. Másrészt a kohókból archeomágneses vizsgálatra, kormeghatározásra égett mintákat emelünk ki, és ugyan itt égett agyagtöredékéből termulum essence kormeghatározás is fog majd történni, amelyet az Izotóp Intézetben Benkő Lázár fog végezni. Az archeomágneses kormeghatározás, amely témában tulajdonképpen ez a kohóásatás is folyik, annak a lényege az, hogy az égett agyagokban kihűléskor az akkori mágneses tér iránya rögzítődik, és a mostani mágneses tér irányához viszonyítva visszamérve ezeket a mágneses irányokat be lehet sorolni, hogy mely korból származnak ezek az égett agyagobjektumok. Erre kor meghatározásra a vaskohók igen alkalmasak, mivel egy-egy lelőhelyen sokszor 10-15 is előkerül, és elégséges, stabil, helyéből még el nem mozdult égett anyagán rendelkezésre. Ez nem csak régészeti szempontból fontos, hanem a geofizikusok is tudják használni annak a görbének a felvázolására, amely koronként rekonstruálja, hogy a mágneses tér iránya hogy változott. Ezzel Márton Péter foglalkozik a Eötvös Loránd Tudományegyetem geofizikai tanszékén, és majd ő jön le Somogyfajszra ezekből a kohókból is mintákat venni.
A tó, mely ezer évig őrizte titkát, csak a türelmes horgászoknak mutatta meg kincseit. Reméljük, hogy a tó szerelmesei és a múlt iránt érdeklődők egyaránt hamarosan megtalálhatják azt, amire vágynak. Hiszen meglehetős távolságra a Balatontól, ugyanolyan messze a kaposvári strandtól kínálkozik a lehetőség szabadtéri strand és kemping kialakítására. Hogy megvalósuljon, csak rajtunk múlik. A természet várja az embert.